Tehát hát múltkor megbeszéltük, hogy levágom a körmüket. Jaj, az nagyon kezedről jó lesz. A kéz- és lábkörmeit a napi fürdőhöz kapcsolva ápolhatjuk. A körömvágás, különösen a lábkörmöké, a beteg gondozása során gyakran háttérbe szorul. Ez később problémákat okozhat. A fertőzés elleni védelem fontos eszköze a körömápolás. A szükséges eszközök. Manikűr, illetve pedikűr szett, törölköző, ápolókrém, lavort testmeleg vízzel, alkoholos fertőtlenítő és gumikesztyű. Köszönöm szépen, finom. Kicsit. Jó, kihult már, de... A kézkörmöket mindig íves alakban vágjuk, a körömápoló eszközöket használat után mindig tisztítsuk meg, lehetőség szerint alkoholos fertőtlenítővel. Ha a kézujjain vörös, lobos, berepett területet, esetleg gennyeltelt hólyagocskát látunk, azt mutassuk meg orvosnak, aki dönt a kezelésről. Ó, majd akkor simítok. És kenegetted a kezedet? Vagy egy igen. Húgyom a bőrt. Na, emeld fel a lábadat. Várjál, ne tedd le még. Alá teszem a tudó között. A lábkörmöknél a körmöket egyenesen vágjuk le. A széli részek lekerekítése a köröm benövését eredményezheti, ami a betegnek fájdalmat okozhat. Legyengült immunállapotú betegeknél könnyebben előfordulhatnak gyulladások. Ezért a körmök széleit óvatosan vágjuk le, ügyelve, hogy a bőrt ne sértsük fel. Jó, addig én felhúzom a... Kellemes a vírus? Jó, akkor majd eldöntjük, hogy... Hogy melyik marad. Na. Nagyon finom. Na, kedves egészségedre. Nagyon aranyos. Vagy köszönöm szépen. További jó egészséget kívánok.